Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, és továbbra is feldolgozzuk a moszkvai terrortámadásnak a történéseit. 24 óra telt el a terrortámadás óta. Tegnap kapcsoltuk Baranyai Balást Moszkvából, és ezt ismét megtesszük. Szervusz Balázs, köszöntöm itt a műsorban. Szép jó estét mindenkinek innen a sötét és gyászos Moszkvából. Most nálunk 18 óra 15 perc van, ha jól számolom, nálatok meg 20 óra 15 perc van. Ez így van, Tamás. A műsorunk elején arra szeretném megkérni a kedves hallgatókat, hogy mivel itt bizonyos dolgokról részletesebben is fogunk majd beszélni, ezért ha vannak gyerekek a közelben, vagy ha úgy érzik, hogy a részletek felkavarnák önöket, akkor talán ezt a beszélgetést most óvatosan kellene meghallgatni, mert hogy felkavaró dolgokról fogunk Balázsral beszélgetni a műsor folyamán. 24 óra, több mint 24 óra telt el. Nulladik kérdés, te hogy vagy? Nagyon-nagyon felzaklatott, felkavart állapotban. A tegnapi beszélgetésünk után próbáltam feldolgozni a híreket, az eseményeket, ami nagyon nehezen ment, úgyhogy hajnali 3 után sikerült tulajdonképpen az ágyba jutni, mert őszintén bevallom, hogy egyszerűen képtelen voltam arra, hogy úgy hajtsam álomra a fejemet, hogy nem kapok több információt az eseményekről, és folyamatosan jöttek az újabbnál újabb fejlemények. Sok barátommal, kollégámmal beszéltem, és mindenkinél tulajdonképpen ugyanezt történt, hogy hajnalig senki nem tudta álomra hajtani a fejét, mert annyira felzaklatott állapotba került. Nyilván ennek meg is van az oka, most már több mint, hát nem is tudom, hol tart a halálos, hivatalos halálos áldozatok száma, mert ez szinte folyamatosan nő, 112-nél volt, azt hiszem, amikor legutoljára megnéztem, mondhatjuk, hogy az elmúlt 20 év legnagyobb terrortámadása történt Moszkvában. Ugye amikor tegnap beszélgettünk, akkor még nagyon friss volt az esemény, és hát keveset lehetett tudni, de arra lennék kíváncsi, hogy ott Oroszországban hogyan kezdte el a média mely aspektusokat emelték ki, mikor lehetett arról tudni, hogy kik az elkövetők, és hogy állt össze az a kép, amit most tudunk. Tamás, nagyon jól mondod. A mondatod elejénél szeretnék kapcsolódni a válaszadással. Ha jól tudom, akkor most már átlépte több mint 130 ember vesztette életét a terrortámadásban, és körülbelül ugyanennyi ember fekszik a kórházban, nagyon instabil állapotban. Ami nagyon fontos még megemlíteni, hogy rendkívül gyászos a hangulat az egész országban. Ugye tegnap a terrortámadás után még nem tudtam igazából választ adni, hogy hogyan fog reagálni az ország erre a rendkívül szörnyű eseményre, és a videót visszanézem, mert amikor felkerült, én is csak makogtam és nyökögtem, mert annyira sokkos állapotban voltam, ma már egy kicsit jobban fel tudom dolgozni ezt az egész eseményt, annak ellenére, hogy rendkívül sok horrorisztikus videó került fel a Telegram csatornára, amit a legelérhetőbb ilyen szociális média. Az országban most azt érzem, ahogy így kommunikálok Jekaterinburgtól, Omszon, Tomszkon keresztül, Szentpéterváron is egyébként az összes előadást lefújták, tehát az összes színház bezárt, szombat-vasárnapra nincsen egy előadás sem megtartva, illetve semmilyen szórakozási esemény. Egyfajta gyász hatott át az egész országot. Itt Moszkvában is, amikor kimegyek az utcára, és 100 méteren belül több hatalmas kivetítő van, ahol a reklámokat szokták vetíteni, mindenhol csak egy gyertya ég, ezzel is jelezvén az, hogy gyászol az ország. A holnapi napot gyásznapként kiáltották ki, nemzetközi gyásznapként, és úgy gondolom, és úgy látom, hogy ehhez mindenki tartja magát. Én tegnap tettem föl egy kisebb videót a saját vlogomra is, és említettem meg azt, hogy rengeteg a sérült, ugye, amint azt már említettem, és hogy szeretnék én is vért adni, majd később jött egy üzenet a Telegram csatornán,
hogy annyian jelentkeztek vért adni, hogy több donorra nincs szükség. Fel is írtam egy adatot, ha nem haragszol, akkor ezt fel is olvasom most a nézőknek. 2712 donor jelentkezett kevesebb, mint 8 óra alatt, ami azt jelenti, hogy 1 tonna vért tudtak összegyűjteni Igen. az emberektől. Amire most nagyon nagy szükség volt, úgyhogy délután 1 óra 30 percig volt nyitva a véradó hely, és amikor kaptam az információt, hogy nagyon köszönik, hogy van elegendő mennyiségű vér vagy donor, akkor végül is úgy döntöttem, hogy akkor mégsem fogok elmenni, de készen állok arra, hogy bármiben és bármikor támogassam az embereket, akik megsérültek, vagy szükségük van a támogatásra. Azt lehet mondani, hogy ez a tragédia, ez most politikától függetlenül, de összehozta az orosz társadalmat, és hogy hirtelen mindenki kiáll a másikért? Egyértelműen. Én azt veszem észre, hogy volt egy nagyon fontos találkozom a mai nap folyamán, és egy kávézóba ültünk be. A kávézó a megszokotthoz képest sokkal kevesebb vendég volt, és egyértelműen érezhető az, hogy mindenkiben, a tekintetekben egyfajta érzed az embereknek az auráját, ahogy az utcán sétálnak, vagy ahogy egymásra nézünk, hogy van egy nagyon komoly összefogás is, de ugye szokták mondani, hogy a hal mindig a fejénél bűzlik, de ebben a pillanatban nem érzem a bűzt, mert a hal feje most jelen pillanatban a legerősebb láncszem, a Putyin, és ő kijelentette azt, hogy nagyon komoly megtorlás lesz, és nem csak az ő részéről, de úgy látom, hogy az emberek részéről is az érezhető, hogy ebben őt 100%-ig támogatják. Az elkövetőkről beszéljünk még egy kicsit, vagy térjünk vissza erre a kérdésre, mert hogyha jól tudom, akkor a támadást követően hamarosan már bizonyos gyanúsítotti fotókat közzétettek. Tamás, én is próbálom egyaránt követni az orosz, illetve a magyar híreket, illetve azt is olvasom, hogy Amerikában éppen milyen információkat hoznak le, mert ugye elvileg onnan kaptunk egyfajta jelzést. Azt hiszem a délelőtti órákban már azt olvastam, illetve az időpontban nem vagyok biztos, amit olvastam, abban biztos vagyok, hogy 4 embernek a fotóját hozták le, névvel és életkorral, hogy ők vannak a gyanúsítottak között. Na, ez a nap folyamán kiderült, hogy az összes gyanúsított nem volt a terrortámadás résztvevői között. Tehát, hogy ez a fake news, illetve rossz irányba indultak el a rendőrök. Egész pontosan az történt, hogy az összes fotóval megjelölt és a szociális médiába kiposztolt emberek jelentkeztek, önmaguk jelentkeztek a rendőrőrsökön a saját tartózkodási engedélyükkel, illetve mindenki útlevelükkel, és nagyon komoly alibivel rendelkeztek. Tehát, hogy annak a személynek akinek az autójával menekültek, illetve a Krokusz helyszínére mentek az elkövetők, ő éppen Szamarában tartózkodott a családjával. Ő ott került hiba a rendszerbe, hogy eladta az autóját, és az utolsó 2 évben, miután eladta az autóját, az ő nevére volt jegyezve. És azóta meg nem jegyezték be másik ember nevére. Tehát itt csúszott meg a rendőri információ. Azt most nem tudom, hogy ez mekkora blama, de a lényeg az, hogy pár órán belül fény derült arra, hogy a 4 személy közül egyik sem volt a Krokusz helyszínén, és követett el terrorcselekményt. Amit sajnálok, hogy se a magyar hírekben, se az angol száz hírekben ez nem derült ki. Tehát egyedül itt Oroszországban tudják azt az emberek, hogy ők nem a terroristák. Ez milyen kemény, ha valahol vannak éppen, és akkor néznek rájuk, és nem jut el oda, hogy ő amúgy nem is a terrorista, hogy mit kaphat vajon az az ember. Én azt olvastam, az első, akinek az autójával, vagy a volt autójával követték el, illetve mentek a helyszínre, hogy ő teljesen sokkos állapotba került, és amikor meglátta
a körözöttek között a fényképét és a nevét, akkor egészen megriadt, és az volt az első cselekedete, hogy rohant a rendőrösre, és vitte a személyigazolványát, és jelentkezett, hogy itt vagyok Szamarában, tehát hogy még csak esélyem sem volt arra, hogy Moszkvába legyek, és a családja pedig tudta igazolni azt, hogy ő velük volt. Kemény. De ez azért nem tudom, hogy ez mekkora blama a rendőrség részéről. Én elhiszem, hogy ők most minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy a terroristákat elkapják, de illetve gondolom, hogy a Putyin részéről is hatalmas nyomás van az FSB-n, a titkosszolgálaton, hogy a lehető leghamarabb megoldják ezt a helyzetet. És úgy látom, még bocsánat, hogy azért, mert megbeszéltük ezt, hogy mégiscsak őszintén lehet itt beszélni, hogy én valami nagyon hasonlóféle hibát látok itt, mint ami Izraelben történt. Tehát, hogy nem tudom felfogni azt, hogy egy ekkora volumenű terrortámadás hogy következhetett be Moszkvában, a fővárosban. Ugye a Itt valaki szakemberek erre, hatalmasat tudnázott. ugye a szakemberek erre azt mondják, hogy a titkosszolgálatnak 101%-osan kéne odafigyelni, a terroristáknak meg elég egy alkalom. Erről egyébként az orosz nyelvű Telegram oldalakon beszélnek, hogy hibázott az orosz titkosszolgálat? Igazából azt most nem tudom, hogy ez bármilyen szinten próbálják kontrollálni, vagy nem, de az emberek részéről most nem a hibáztatást látom, hanem inkább az, hogy minél hamarabb kerüljenek elő azok a terroristák, és legyenek megbüntetve, mint sem az, hogy bárkit hibáztatnának. Ez És lehet, hogy egy hozzáállás kérdése is. Az én európai gondolkodásom viszont úgy van, hogy azért mégiscsak vannak kérdéseim, hogy ez hogy fordulhatott elő. Lehet, hogy az is benne van, hogy most a titkos szolgálat nagyon erősen fókuszál ugye az ukrajnai konfliktusra, és annak a ezer szálára, és itt csúszhatott el valami. viszont lettek meg elkövetők, és amikor mondtam a műsor elején, hogy talán ez nem gyerekeknek és azoknak, akiket érzékenyen érintenek a felkavaró képsorok szóló műsor, hogy hát nagyon kemény retorzió érte őket, illetve élve sikerült többüket elfogni. Talán ennek a részleteiről beszéljünk egy kicsit. Pár órával ezelőtt volt, hogy Putyin egy rendkívüli videót tett közzé, ugye, ahol kijelentette, hogy nagyon komoly retorzióra készülnek a terrortámadás után, és nem árulok el nagyon nagy titkot azzal, hogyha elárulom azt, hogy Oroszországban két dolog van, amiért, illetve amit az oroszok soha nem fognak elfogadni, és ez egyszerűen benne van a vérükbe, így vannak összerakva, az az árulás és a terrorcselekmény. Úgyhogy ez szerintem már mindenki tudja, ez az egész világhálót bejárta, hogy Ukrajnától kb. 100 kilométerre fogták el a terroristáknak egy részét, valaki el tudott menekülni, valaki nem. Illetve az ukrán határon várta őket egy úgynevezett ablak, amin keresztül bejuthatnak az országba. Itt nekem azért még vannak hatalmas kérdőjelek a fejemben. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy a ukrajnai támogatás van e mögött, a terrortámadás mögött. Minden esetre rengeteg kérdés vett fel, hogy miért arra menekültek. Most vagy tényleg ennyire hülyék voltak, vagy valóban ott valami kapcsolatot kell keresnünk. És akiket elkaptak, azért azt tudni kell, hogy az orosz titkos szolgálat nem fogja megsimogatni a buksijukat. De annyira, hogy itt nagyon komolyan él az, hogy fogad fogért. Tehát a közösségi hálókon most már olyan videók terjednek, aminek én is birtokában vagyok, ahol a rendőrök tulajdonképpen pépéverték a feltételezhető elkövetőket, akik, mint a vers, úgy mondták fel, hogy mi történt.
illetve az egyik elkövetőnek, aki kicsit agresszívebben próbált ellenállni. Erről videófelvételem is van. Levágták a fülét, és a szájába nyomták. Ezzel is egyfajta pressziót hatva rá, hogy esélye nincs arra, hogy félrebeszéljen. És amint azt említettem, hogy igen, itt így van. Fogad fogért, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy mennyi áldozattal járt, és még valószínű, hogy az áldozatok száma növekedni fog. Mit tudunk az elkövetőkről? Az elkövetőkről azt tudjuk, hogy tadzsikisztáni állampolgárok, és itt Oroszországban nekem európaiként tartózkodási engedélyt nyerni, vagy állampolgárságot 10-szer nehezebb mondjuk, mint egy tadzsikisztániak. Miért? Hát ugye ezek a régi Szovjet ellenes. Szovjetunióhoz. Tehát ugye azok az országok, akik annó bekebelezett az orosz Szojuz, és hozzátartoztak, azoknak sokkal könnyebbik letelepedni, családot alapítani, és papírokat kapni. Valahogy ugye nyugat felé, Európa felé sokkal nagyobb a bizalmatlanság, és arról nem is beszélve, hogy ők szinte anyanyelvi szinten beszélnek oroszul. Tehát, hogy ők már úgy jönnek ide, tehát hogy nekik az teljesen természetes, hogy akár oroszul is beszélnek otthon. Úgyhogy ezeknek az előnyeivel ők sokkal könnyebben kapnak letelepedési engedélyt, illetve azzal talán nem árulok el nagyon nagy titkot, hogy minden országnak megvannak a másodrendű polgárai. És hogyha valaki azt hiszi, hogy mindenki elsőrendű, az hatalmasat téved, és egy olyan álmot dédelget, ami teljesen nevetséges. Ezt tudjuk, hogy akár Észak-Írországban, Írországban is rengeteg magyar él és dolgozik, és őket se főleg azért tartják, hogy a programozásra, hanem azért, hogy az utakat építsék, a házakat takarítsák, és ugyanígy Oroszországban az üzbegisztáni, a tadzsikisztáni, a kirgizisztáni, az összes sztáni országból azért jönnek ide, hogy egy jobb élet reményében, és ők szolgálják ki Oroszországot. Ő viszi el a szemetet, ő ül a McDonald's-ban, illetve készíti a szendvicset, és egyéb más olyan helyeken dolgoznak, ami mondjuk az oroszoknak derogál. A Magyarországon is van egy vita azzal kapcsolatban, hogy a vendégmunkások jelentenek-e kockázatot a biztonságra nézve. Eddig azt mondták, hogy van különbség a vendégmunkás és a migráns között, és egyébként én is azt gondolom, hogy van, de most azért a moszkvai terrortámadást elvileg vendégmunkások követték el. Tamás, ezzel azért tudnék vitázni, de zárjuk, vagy talán az De én nyugodtan. gondolataim, Én kíváncsi vagyok, nem, hogy te hogy látod. nekem csak az jut mindig az eszembe, és mint pedagógus, én mindig azt mondom, hogy otthonról hozzuk a nevelést. Tehát, hogyha egy olyan környezetben nősz fel, ahol apa meg anya mondjuk abuzál, vagy nincsen egy minta, ami alapján te egy helyes utat tudsz követni, akkor tök mindegy egyébként, hogy vendégmunkás vagy bevándorló, mert ugyanígy egy bevándorló is képviselhet egy olyan dolgot, vagy egy olyan neveléstől jön, ami teljesen elfogadható. És tehát, hogy mindenképp azt gondolom, hogy nagyon is fontos az, hogy az edukáció milyen, és hogy milyen mintát hozunk otthonról. De hogyha azt a mintát hozzuk otthonról, vagy akár semmilyen mintát nem hozunk otthonról, mert éppen nevelő otthonból nőtt fel, vagy a tajgán, és semmi, tehát semmi pénzed nincsen, és azért jössz ide, mert hogy egy új világban majd te mennyivel jobban fogsz élni, akkor lehet, hogy itt kötsz ki. És ehhez bocsánat, hogy így jön belőlem minden, de még olyan információm vannak, amit viszont a magyar hírekbe, illetve a nyugati hírekbe nem olvastam, illetve cáfolj meg, hogyha netán nem jól mondom, hogy az egyik elkövető azt állította,
hogy egy autóból toborozták őket, és 500 ezer rubelt ajánlottak fel nekik, annak ellenében, hogy a Krokusz bevásárlóközpontba bemennek, és random lemészárolnak embereket. Előlegnek 250 ezer rubelt kaptak, és a munka elvégzése után a másik 250 ezer rubelt átutalják nekik. Ezt hárommal kell szorozni, hogy forint legyen, ugye? Négy. Négye. Akkor Közel, ilyen körülbelül négyel. 2 millió forint körüli összeg az összösszeg. Mennyi? Két Kettő. millió forint, Kettő, nem? így van, így van. De mondjuk azok az emberek, akik tényleg mondjuk ezek a tadzsikisztániak, akik mondjuk ide jöttek szerencsét próbálni, és nem tudtak érvényesülni, vagy netán problémáik vannak a papírokkal, és nem megfelelő edukációval rendelkeznek, azok úgy látszik, hogy itt kötöttek ki. Ugye érdekes, mert a magyar hírekbe az jutott el, hogy Telegramon keresztül toborozták őket. Nem, amit én láttam, és van egy hosszabb felvételem, egy 5 perces felvételem egy vallatásról, amit egyébként a Helyzet vlogon szintén lehet látni, csak egy 15 másodpercet mertem bevágni. Ott elmondja az úriember, hogy egy autóból toborozták őket, majd amikor megállapodtak, akkor viszont Telegramon kommunikáltak tovább. Tehát nem a Telegramon toborozták, hanem egy autóból. És amikor telefonszámot Ez hogy lehet, hogy cseréltek, mennek ott Moszkva környéke, vagy én nem tudom hol, megáll egy autó, hogy szia uram, fegyveres rablás érdekel, vagy ez nem, hogy? nem, Tamás, ezt el tudom magyarázni, ez úgy működik, hogy metroállomásokon, illetve tudják ezek a sztáni, hívjuk őket sztáni emberek, meg vannak ilyen közvetítők, hogy illetve leadják egymásnak a drótokat, hogy van ezen, erre és erre a helyre menj el, és ott fog állni egy közvetítő. És az a közvetítő az úgy működik, egyébként Amerikában is nagyon sok helyen működnek így, hogy azok a munkások, akik illegálisan tartózkodnak itt, hogy odamész, mondjuk a metroállomáshoz, ott van a pacák, és látod, hogy 30-40 ember áll körbe. És ez a közvetítő kioszt munkákat. És akkor egyik nap ide mész építkezni, másik nap oda mész építkezni, a harmadik nap egy harmadik helyre, egyik nap éppen metrót építesz, a másik nap meg egy 70 emeletes felhőkarcolón fogsz csavarokat húzni. És akkor így leosztják a munkákat. És vannak ott, hogy oda mész, aznapra van munkád, másik napra nincs munkád. És én így képzelem ezt az egészet, hogy valószínű, hogy egy ilyen csomóponthoz oda mehetett egy ilyen közvetítő, aki azt mondta, hogy akarsz fél millió rubelt keresni. Ezeknek az embereknek fél millió rubel akkora összeg, Tamás, mint hogyha én most azt mondanám neked, hogy holnap adok 100 millió forintot. Tehát, hogy ő náluk ilyen 1000-2000 rubel, az már egy nagyon komoly, akkor tudja, hogy megvan a napi betevője, és abból lehet, hogy még haza is küld. Úgyhogy én úgy látom, vagy úgy érzékelem, hogy valószínű valami ilyen szituáció lehetett, hogy oda ment egy ilyen csomóponthoz, vagy csomópontokhoz oda mentek ilyen közvetítők, és azt mondták, hogy gyere, majd adok neked jó melót. És ki kellett fogni azokat a pojácákat, akik tanulatlanok, és az oroszt is úgy beszélik, hogy nekem is még így széthúzott füllel kell hallgatnom őket, hogy megértsem, mert olyan akcentusuk van, hogy alig lehet megérteni, amit mondanak. Sőt, még a rendőr is többször visszakérdez, hogy értse, hogy mit mond. Viszont ilyenkor nem az van, hogy hát nyilván lehet, hogy nem csak ezt a pár embert kérték meg, hanem másokat, és hogy nem derült ez ki, vagy hogy nem volt valaki, aki elmenjen valahova és szóljon, hogy itt toborzás zajlik. Tamás, ez egy hatalmas nagy ország. Itt Amerikához tudnám a legjobban hasonlítani, hogy Amerikában is rengeteg az illegális bevándorló. Oroszország bármennyire hihetetlen, nagyon-nagyon-nagyon sok ember számára a lehetőségek országa. Ugyanúgy, mint mondjuk a mexikóiaknak Amerika. Ugyanígy Oroszország az összes ilyen sztáni országnak nagyon sok esetben a lehetőségek országa. És bejönnek mondjuk turista vízummal. És aztán itt marad. És
A metró megállókon is rendszeresen lehet látni, hogy a rendőrök ellenőrzést tartanak, és vannak külön, tehát ahol én élek Péterváron, a legközelebbi metró megálló az úgy van kialakítva, Tamás, hogy belépsz a metró megállóba, és van egy börtönszoba. Az igen. És a börtönszoba, ott állnak mellette a rendőrök, és nem egyszer van olyan, hogy én megyek le a mozgó lépcsőn, benézek a nyitott ajtón, és van beépítve, van egy szoba, és be van építve egy cella. És a cellában van, hogy így ülnek az emberek, akiknek nincsenek megfelelő papírjaik. Illetve nagyon sok videó kering az interneten, főleg itt Oroszországban, hogy vannak építkezési ellenőrzések. És a rendőrök oda mennek az építkezésre, mint a hangyák, így oszlanak el, és rohannak az emberek, mert nincsenek megfelelő papírjaik, hogy egyáltalán ott dolgozhassanak, vagy itt tartózkodhassanak Oroszországban. Egyszerűen ellenőrizhetetlen. Ez is ez a modernkori társadalomnak egy mondjuk ilyen méteje, hogy sajnos, és ráadásul ők beszélnek oroszul. Tehát Ugye nagyon könnyen eligazodnak. érdekes volt a Putyin beszéd, hogy ott is a sok nemzetiségű Oroszországról beszélt még most legutóbb is, tehát hogy nem ezeket a nemzetiségi ellentéteket próbálta ebben a beszédben sem érezni, mert nyilván, mivel Oroszország annyi etnikai, tehát ugye a nyelv ott talán a Rengeteg, közös, rengeteg, így van. és hogy egyszerre kell szót érteni a tadzsikokkal, a csecsenekkel, a kirgizisztániakkal, a nem kazasztániakkal, üzbégekkel, szóval hogy ott Ezt én is Oroszország. meg tudom erősíteni, ez így van. És ugye az van, hogy ebben viszont Oroszország nagyon simulékony, mert amikor Európában vagy, és mondjuk Németországba beköltözik egy török, vagy Franciaországban, ugye, amiről én is órákig tudnék beszélni, hogy rengeteg észak-afrikai arab származású ember van, hogy ők nem feltétlenül akarnak besimulni. Tehát ők egyértelműen mondják, oké, én itt vagyok, nekem jogom van itt élni, és egyébként meg leszarom az, hogy én Franciaországban vagyok. Itt viszont az van, hogy nagyon tiszteletben tartják a különböző nemzetiségű embereket, és azoknak a vallásait is. Ugye ez egyébként az én videómban is lehet látni, hogy a világ legészakibb mecsetje egyébként meg Szentpéterváron van, és több mint 250 ezer muzulmán, muszlim él Ugye Szentpéterváron. pont ezért furcsa az iszlám államnak ez a narratívája, hogy itt a hitetlenek ellen zajlott a támadás, mert hogy azért a mérsékelt iszlám, most nyilván nem a radikális iszlámra gondolok, de hogy úgy tudom, hogy Oroszországban hát sokkal erőteljesebben jelen van, mint talán bármely más európai országban, a no-go zónákat, meg a most már nyilván azért ezen a mondatomat kicsit revidiálom, mert ugye most, hogy már más, tehát most már máshogy van, de hogy Oroszországban valahogy ez természetesen így volt az elmúlt időszakban is. Ez így van, de most akkor mondok neked, mielőtt bekapcsoltuk a kamerát, a legutolsó információ, amit olvastam a Telegram csatornán, hogy a Krokusz romjai között a tűzoltók több Kalasnyikov fegyvert találtak, és a Kalasnyikov fegyvereknek a markolatára az volt felfestve, bele gravírozva, hogy a szabad Oroszországért. Tehát nem az, hogy Úgyhogy Allahu Akbar, nem. meg... Úgyhogy én nekem van egy szenárió a fejemben, amit félve osztok meg, de És nem el biztos, hogy tudom. nálad van a bölcsök köve, vagy hogy tényleg ez Nem van, de ez nálam egy van a verzió. bölcsek köve, de el tudom azt képzelni, és nagyon nagy feltételek között, hogy ugye sokszor hallunk azokról az orosz szabadságharcosokról, akik Putyin ellen vannak, és rendszerint mondják, hogy na majd lesz esemény, és el tudom képzelni, hogy az ő részükről volt ez egy akció, mert mint látható, Putyinnak nagyon nagy a támogatottsága, bármennyire azt mondja a nyugati sajtó, hogy nem, de. És hogy mivel ők is rájöttek arra, hogy az orosz emberek igenis támogatják a Putyint,
hogy ez az orosz emberek felé egy olyan terrorakció, amit ezek a szabadságharcosok követtek el más nemzetiségű emberek kezével, hogy eltereljék a gyanút maguk fölül, és viszont vannak apró jelek, amik arra utalnak, hogy akár ez is lehetett. Főleg a brutalitás, ami egyébként még megdöbbentő, ez is szintén mielőtt a kamerát bekapcsoltuk, akkor olvastam, ez volt az egyik utolsó hír, hogy megállapították azt, hogy először is a be, illetve kijárati ajtókat kezdték el felégetni. Terroristák, hogy az áldozatok ne tudjanak kijutni az épületből, és utána kezdték el a lövöldözést. Lehet itt olyanokat is hallani, nem tudom, hogy így van-e, hogy a Krokusznak a személyzetéből is volt, aki részt vehetett ebben az akcióban, és akár bezárhatta a vészkijáratot. Elvileg ilyen is lett, közülük is lett valaki őrizetbe véve. Azt nem tudom, Tamás, viszont olyan információk kerültek ki, hogy a halottak között is vannak olyan emberek, akinek a testére szerelt bombákat találtak. Tehát bekerültek halottas házba holttestek, és amikor elkezdték a ruhákat levenni róluk, volt a testükre erősített bomba. Ez már tényként van kezelve. Úgyhogy előfordulhat az, hogy ebben az akcióban ugye a hivatalos információk szerint 11 ember vett részt, de nagyon úgy néz ki, hogy ez a 11 akár duplája is lehet. Úgyhogy várjuk a következő fejleményeket. Egyelőre Oroszország sokkos állapotban van, és az érezhető és látható, hogy mindenki egyként próbál összetartani és támogatni azokat az embereket, akik részesei voltak ennek a horrornak. Baranyai Balázs, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a meghívást. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, természetesen itt az Ultrahang csatornáján folyamatosan követjük az eseményeket, úgyhogy érdemes velünk tartani a következő időszakban is. Viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra!